Nem hivatalos információk szerint az incidensben ketten sérültek meg. Egyiküknek a fején szakadt fel a bőr, másikuknak pedig a szeme környéke dagadt fel. A lakosok elítélik az ehhez hasonló megnyilvánulásokat. A városban élő magyar fiatalok félnek, ezért nem szerették volna, ha mutatjuk arcukat. Én személy szerint nem szeretek verekedni, elég nyugodt gyerek vagyok. Diszkóverekedéseket ezért elég jól elítélem, meg nem is szeretem, hogyha társaságom is bajba keveredik, hogy verekedni kell, vagy valami, akkor inkább odaállok, hogy inkább ne, mert én elítélem, mivel nem szeretem a személyi erőszakot. Erről az incidensről nem hallottam, de az egész verekedésről az a vélemény, hogy szerintem nagyon föl van fújva az egész médiák részéről és politikai pártok részéről is. Közel egy évvel ezelőtt megvertek itt négyünket, mert azt hitték, hogy szerbek vagyunk. Mikor mondtuk, hogy magyarok vagyunk, teljesen mindegy volt, 15-en elvertek négyünket, és a magyarok vertek magyarokat, abból nem volt semmi, így úgy gondolom, hogy ebből se kellene azt csinálni. Nem lehet tudni, hogy mi volt az incidens oka. Az illetékes szervek ezügyben nem kívántak nyilatkozni. Nem hivatalos értesülések szerint a két magyar fiatalt, akik könnyebb sérüléseket szenvedtek, az Óbecsei mentőszolgálat látta el.